30 évvel ezelőtt villantotta meg először a haláli vigyorát Jack Skellington a nagyvásznon Tim Burton bohókás zenés rémmeséjében a karácsonyi lidész nyomásban. Az évforduló alkalmából felelevenítjük, hogy készült a stop motion animáció egyik legnagyobb gyöngyszeme. A filmek iránt csak felületesen érdeklődők körében közkeletű tévedés, hogy Tim Burton jellegzetes rendezői stílusa a karácsonyi lidész nyomásban érhető tetten a legmarkánsabban, ugyanis a halloweeni és karácsonyi ünnepek alkalmából is aktuális animációs musicalt nem ő rendezte, hanem Henry Selick. Ezzel együtt a gótikus történet és annak karakterei elválaszthatatlanok Burtontől, de a filmet közel 3 éven át készítő Selick érdemeit sem lehet eléggé hangsúlyozni. Mint ahogy Danny Elfmanét sem, aki nem csak a fülbemászó dalokat írta és Jack Skellington énekhangját kölcsönözte, de a sztori előregördítésében is nagy szerepet játszott. A karácsonyi lidész nyomást 1993. október 29-én Halloween előtt 2 nappal mutatták be az amerikai mozikban, és ugyan tisztességes bevételt hozott, de azért kasszát nem robbantott. Csak szép lassan vált klasszikussá, Jack Skellington pedig igazi popkulturális ikon lett, aki rendre ott virít a ghost stílusra fogékony tinédzserek új generációinak pólóin, tolltartóin és egyéb kiegészítőin. A betét dalok is igazi örökzöldekké váltak, és a film a stop motion animáció egyfajta reneszánszát is elhozta. Az elkészítése azonban nem ment a legsimábban, az alkotók között sem volt mindig teljes a harmónia, az évforduló alkalmából ezekről lesz szó videónkban. A karácsonyi lidész nyomás keletkezés története bő 1 évtizeddel a mozis bemutató előttre nyúlik vissza, amikor Tim Burton és Henry Selick a Disney fiatal animátoraiként tengették a napjaikat és jó barátok lettek. Főleg az hozta egymáshoz közel őket, hogy mindketten szenvedésként élték meg a cuki állatfigurák rajzolását, miközben nekik sokkal elborultabb fantáziájuk volt. A Disneynél letöltött évek azért nem voltak haszontalanok, 1982-ben ugyanis Burton megrendezhette a stúdiónál első komolyabb rövidfilmjét, a kultikus Vincentet. A klasszikus stop motion technikával készült fekete-fehér darabban a különc alkotó saját, önéletrajz ihletésű versét dolgozta fel, és egy rémálom jelenetben pár rövid képsor erejéig már láthatjuk Jack Skellingtont. A stilizált csontváz fejjel Burtonnek további tervei voltak, írt egy újabb költeményt Halloween városának uráról, aki belefásult az állandó rémizgetésekben és szemet vetett a Mikulás munkájára. Burton eredetileg a The Nightmare Before Christmas című verset is stop motion-os rövidfilmként képzelte el, megrajzolta a karakterek vázlatait, és a Disney meg is vette az ötletet, illetve a jogokat. Sőt, azt is fontolgatták, hogy egy 30 perces tévéfilmet készítenek belőle, ám végül a stúdió fejesei arra jutottak, hogy a horrorisztikus alakokról szóló történet túl bizarr az ő családbarát imázsukhoz képest. Burtonnek nem is volt már sokáig maradása a Disneynél, 1984-ben távozott a stúdiótól, és a fiatal tehetségre lecsapott a Warner, ahol megrendezte első nagyjátékfilmjét, a Pee-wee nagy kalandját, majd a Beetlejuice-t, hogy aztán az 1989-es Batman hatalmas sikerének köszönhetően az álomgyár egyik legfelkapottabb fiatal rendezőjévé váljon. A Disneynél ekkor jöttek rá, hogy egy korszakos jelentőségű és nem mellesleg blockbustert is rendezni képes tehetséget eresztettek szélnek pár évvel korábban, szóval vissza akarták csábítani Burtont, hogy nekik is hasonló kassza sikereket készítsen, mint a Warnernek. Burton elég elfoglalt volt, egyik legszemélyesebb filmje az 1990-es Ollókezű Edward után meg kellett rendeznie a Batman folytatását, de jelezte a Disneynek, hogy a fiókjukban van egy korai filmötlete, amit szívesen elkészítene. A stúdió nem rebdesett az örömtől, az ilyesfajta morbid humort továbbra is távol érezték maguktól, de úgy voltak vele, hogy tesznek egy gesztust Burtonnek, és az érettebb korosztályt megcélzó részlegüknél, a Touchstone Picturesnél zöld utat adtak a karácsonyi lidész nyomásnak. A produceri feladatokat magára vállaló Burton ragaszkodott a stop motionhöz, és felkérte rendezőnek Selicket. Henry Selick a Disneynél töltött évek után a reklámfilmek világában helyezkedett el, és Burton tudta róla, hogy hasonló a látásmódja és stílusa, mint az övé. Selicknek tetszettek is Burton fiatalkori ötletei, és az egész estés a karácsonyi lidész nyomás megrendezését is elvállalta. San Franciscóban rendezett be egy hangás stúdiót a forgatásra, ahol több díszletet is megépítettek, és maga köré gyűjtött kreatív szakembereket, akikkel 1991-ben neki is látott a munkának. A bökkenő csak az volt, hogy a filmnek nem volt szkriptje. A forgatókönyv megírásával Michael McDowell-t bízták meg, akivel Burton a Beetlejuice-on is együtt dolgozott, ő azonban nem készült el időre a munkával, pedig Sellickék rajtra készen várták, hogy elkezdhessék megtervezni, majd felvenni a jeleneteket.
Burton verse és alapsztoria nem volt elég az egész estés filmhez, melyet eredetileg nem musicalként képzeltek el, de a Disney hagyományai előtt is tisztelegve pár betétdalt azért szerettek volna beletenni. A zenével Burton a filmjei állandó komponistáját, Danny Elfman-t bízta meg, aki pályáját a 80-as évek New Wave színterén népszerű Oingo Boingo frontembereként kezdte, szóval nem csak a szimfonikusokhoz értett, hanem a dalszerzéshez is. Burton tehát nekiült Elfmannel, hogy összerakjanak pár dalt, a producer nagy vonalakban vázolta a történet bizonyos részeit a zeneszerzőnek, aki ez alapján nagyon gyorsan megisírta a mára már jól ismert szerzeményeket szöveggel együtt, és ez nagyban előre mozdította a sztorit és a munkát. Majdnem tucatnyi dal született, és ezeket már el lehetett küldeni Sellickéknek, akik forgatókönyv hiányában a zenés részekkel kezdték a forgatást. Az írás közben Elfman nagyon közel került Jack Skellington karakteréhez, akit körülrajongtak Halloween város lakói, de őt ez nem elégíti ki, valami többre, másra vágyik. And I grow so weary of the sound of screams. A zeneszerző hasonlóságot vélt felfedezni e között, és a között, ahogy ő érezte magát az Oingo Boingo énekeseként, ami népszerű zenekar volt, de őt már nem érdekelte a popzene. Ezért megkérte Burtont, hogy hadd szólalhassanak meg Jack dalai az ő hangján a filmben, ami így is lett, de a csontváz prózai szövegei alatt Chris Sarandon hallható, mert Elfman a nem zenés részekkel nem boldogult. It's Christmas time! Mindeközben kiderült, hogy a drog problémákkal küzdő McDowell igazából egyetlen oldallal sem készült el a forgatókönyvből, így gyorsan új írót kellett találni. Elfman élettársa akkoriban Caroline Thompson volt, aki az Ollókezű Edward scriptjét írta Burton eredeti ötlete alapján, és elmondása szerint kicsit rosszul is esett neki, hogy a karácsonyi lidésznyomásra nem őt kérték fel. Amikor azonban McDowell-t kirúgták és felkérték helyette őt, vállalta a munkát, hiszen otthon már sokszor hallotta Elfman dalait, szóval tudta, mivel kell kipótolni a sztorit. A legfontosabb változást Sally karakterén eszközölte, aki Burton vázlatai szerint egy vonzó nő lett volna, már amennyire egy élő halott vonzó lehet. Thompson azonban egy Frankenstein szörnyszerű lényt csinált belőle, akivel jobban tudnak azonosulni a melankóliára hajlamos fiatal lányok. Thompson a forgatókönyvet egy hét alatt befejezte, de Henry Sellickék ekkor már nagyban forgatták az Elfman dalai alatt látható jeleneteket. A What's This című szerzeménnyel kezdték a munkát, amikor Jack véletlenül elkószálva Halloween városából megismerkedik a karácsony csodáival, és eldönti, hogy profilt vált, és egy új ünnep királya akar lenni. A rendező azért is vette ezt előre, mert úgy gondolta, hogy a karácsonyi lidésznyomásra gyanakodva néző Disney vezetőit a leginkább ez a bájos jelenet győzi majd meg arról, hogy megéri tovább haladni a produkcióval. What is this? A hangás stúdióban sziszifuszi munka folyt, Sellick keze alá közel 1000 művész dolgozott, hogy összeálljon a film. A stop motion nagyon időigényes animációs folyamat, ezért is volt ritkaság, hogy egész estés filmet készítsenek ilyen technikával, de a karácsonyi lidésznyomás alkotói maximalisták voltak a látvány tekintetében. Egy másodperc leforgatásához ezért 24 képkockát vettek fel, melyek rögzítése között a stáb tagjai mindig újraigazgatták a bábukat és a díszleteket, illetve a reflektorokat is. Ez azt is jelentette, hogy ha később a vágószobában kiszúrtak egy bakit, akkor nem volt elég csak a hibás képkockákat kijavítani, mint a rajzfilmek vagy a CGI animációk esetében, hanem mindent újra be kellett állítani, és az egész jelenetet fel kellett venni még egyszer. A bábmesterek közel 300 figurát készítettek a filmhez, mozgatható végtagokkal, és mivel nem akartak számítógépes megoldásokat használni, Jack Skellington fejéből több mint 400 készült, vagy a különböző magánhangzókat kiejti. A felvétel során Sellickék folyamatosan cserélgették a csontváz koponyáját, hogy illeszkedjen Jack aktuális mondandójához és hangulatához. Hasonló volt a helyzet Sellyvel is, de mivel neki a hosszú haját is folyton variálni kellett, nem az egész fejét cserélgették, csak újabb és újabb maszkokat tettek az arcára. Tim Burton ebből a munkából nem vette ki a részét, csak néha napján látogatott el a stúdióba, és inkább a látványtervezők keresték fel őt a Batman visszatér forgatásán, hogy kikérjék a véleményét. Egy ilyen alkalomkor javasolta például azt, hogy Halloween városban a fekete, a fehér és a narancsárga szín legyen a meghatározó, de a német expresszionista rémfilmeket idéző látványvilág, a kamerabeállítások, a gegek és a karakterek személyiségének a kidolgozása Sellick és társai műve volt. Ilyen szempontból érthető, hogy a rendező nem vette jó néven, amikor a bemutató előtt nem sokkal a Disney a film címe elé odabigyeztette a Tim Burton nevet, mert úgy gondolták, hogy azzal jobban el lehet adni a karácsonyi lidésznyomást. Ooh.
1993 Halloween-jén az amerikai kritikusokat lenyűgözte a borongósan vidám zenés horror vígjáték, mely 24 millió dolláros költségvetését visszahozta a mozikban, a tengeren túlon 50 millió dolláros bevétellel zárt eredetileg. Ez a Disney akkori sikerfilmjei például az egy évvel korábban 200 milliót kaszáló Aladdin mellett eltörpült, de Burton és Sally Crane meséje idővel nagyobb közönséget hódított meg, és a film gótikusan morbid stílusa már a mainstream-ebb hollywoodi alkotásokban sem számít kirívónak. A 2000-es évek eleje óta a Disney kalandparkjai Halloween környékén rendre a karácsonyi lidésznyomást idézik meg, és az óvatosabb becslések szerint a Skellingtonos merchandise-ból az évek során a stúdió több mint 1 milliárd dollárt kaszált. A Disneytől meglepő módon azonban folytatás nem készült a filmhez, csak könyvek és játékok formájában bővült a sztori, pedig pár éve felröppent a pletyka, hogy a stúdió szeretne egy második részt, de már CG animációval. Burton azonban a 30. évforduló alkalmából leszögezte, hogy ha rajta múlik, akkor nem lesz folytatás. Nagy részt rajta múlik, bár Selig 2023. októberében felvetette, hogy egy előzményfilm érdekelné, amiből kiderülne, hogyan lett Halloween királya Jack. A rendező egyébként többször is elégedetlenségének adott hangot amiatt, hogy sokak azt hiszik, Burton dirigálta a karácsonyi lidésznyomást, és ugyan nem akarja elvitatni a gótikus mester érdemeit az egyedi történet, karakterek és látvány létrehozásában, de ez rosszul esik neki. Szerik a karácsonyi lidésznyomás után is maradt nagy részt a stop motionnél. Burton produceri segítségével 1996-ban mutatták be a James és az óriás barack című kalandfilmjét, amiben Jack Skellington is cameozik, és ő rendezte a 2009-es Coraline-t, tavaly pedig Netflixen mutatták be a Wendell és Wilde-ot, de besegített Wes Anderson első stop motion-ös filmje a Fantasztikus Róka úr animációjába is. Burton ugyan nagy sikereket főleg élőszereplős filmjeivel ért el, de a 2005-ös A halott mennyasszonnyal és a 2012-es Frankenweenie-vel ő is visszatért a stop motionhöz ezúttal rendezőként. Jack Skellington pedig ténylegesen Halloween királya lett, a csontvászfeje borongós ünnephez köthető karakterek közül az egyik legismertebb, és az év legsötétebb hónapjában filmrajongók tömegei veszik elő újra a karácsonyi lidérsznyomást. Így lett tehát Halloween királya Jack Skellington. Ti újra szoktátok nézni manapság a karácsonyi lidérsznyomást? És ha igen, melyik ünnep alkalmából veszitek elő Tim Burton és Henry Selick klasszikusát, Halloweenkor vagy karácsonykor? Írjátok meg a kommentek között, és ha tetszett a videó, iratkozzatok fel a csatornánkra. Sziasztok! Happy Halloween! Merry Christmas!